nem én éltem az életet, hanem az élet élt engem. Így védi mai vendégünk, akinek személyes sorsában meghatározó mozdalatok legalább annyira filmvászonra illőek, mint azok a legendás karakterek, akiket olyan korszakos történelmi filmekben személyesített meg, mint az egri csillagok, a fekete város vagy a különös házasság. Lássuk, hogy kinek a portréjával várjuk Önöket ma a Kontúrban. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. Benkő Péter, kétszeres Jászai Maridia színművész, érdemes művész. Már hat évesen szerepelt Keleti Márton, 1954-ben bemutatott Fel a fejjel című filmjében. Neveddel a művészetben hitem. A Színház és Filmművészeti Főiskolára 1965-ben nyert felvételt, ahol Szinetár Miklós osztályában végzett. Ekközben kapta meg első filmes főszerepét, ne féljen, anyám a Koppányi agatestamentum a című című tévéfilmben. ismerjük! Pályafutása során játszott a József Attila, a Tália, az Arizona, De miért könnyezett hát, hogy velem beszél? És a Soproni Petőfi színházban is. a Jelenleg a Turaida színház művésze és örökös tagja. Az vár bennünket. Meg annyi színházi tévé és film szerepe mellett több legendás, elsősorban kosztümös, történelmi filmben játszott, Három hete a csapatommal, de nem a volt érkező Fekete Városban, az Egri Csillagokban a. és a Különös Házasságban. Nekem minden óra egy év, amely a mennyasszonytól elszakít. Sok szeretettel köszöntöm Benkő Pétert itt a Kontú stúdiójában. Azzal a gondolattal kezdtük ezt a műsort, hogy amit ön fogalmazott meg, hogy nem én éltem az életet, hanem az élet élt engem. Nekem ez nem tűnik sodródásnak, inkább annak, ahogyan is fogalmazott, hogy az élet kiválasztotta bizonyos dolgokra, és elfogadta ezeket a lehetőségeket. És ez nyilván ki is fog derülni majd ebből a műsorból, de azon gondolkodtam, hogy volt-e valami, amire azt mondja, hogy azt igazán, ön akarta, ön választotta. Kezét csókolom, Szilvi, köszöntöm a kedves, akik néznek minket. Én egy dolgot éreztem, mikor hát kezdtem gondolkozni, hogy valami furcsa dolog munkált bennem, mint aki mentősnek áll, hm. vagy, vagy pszichológusnak. Egyet tudtam, hogy, hogy szeretnék adni valamit az embereknek. De hogy mit én, azt nem tudtam igazából ez az, amit, ami, ami nagy választás volt bennem, hogy e felé tendált az élet. Szóval ez a késztetés nagyon erősen megvolt Igen, és tényleg nem sodródtam, mert nagyon határozott elképzeléseim vannak. Voltak is, meg ma is az életről, nem sodródtam, de valahogy ez a lentkerék úgy ment, ment, mindig jött valami, jött valami, és, és most meg itt ülök, és nagyon megtisztelközöm köszönöm szépen. Nem, mi köszönjük, hogy itt van. Egy picit utazzunk vissza az időben, oda, homokterenyére, ahol a nagyon boldog gyerek éveket töltötte, és tulajdonképpen egyébként lehet, hogy én túlzok, de talán bizonyos értelemben ide tért vissza, akkor, amikor kiköltözött a városból, és most a lovaival tanyánél. de szóval ezekről a kezetekről beszéljünk egy kicsit, én próbálom elképzelni azt a Bengő Pétert, aki, aki ott van. Milyen volt ez a kisfiú? Nem tudom, én igazából nem láttam kívülről magamat, génikus volt az, hogy vágytam ott élni, ott lenni. 47-ben születtem, ugye, tessék kiszám, akkor háború után Pesten nem volt kaja, a nehézségek voltak, és, és a nagyszüleim nagyon szerettek, és jönnét, ott, ott én egy végtelen szabad életet tudtam élni. Azokkal a srácokkal mezitláb elindultunk reggel, és a nagymamám is egy nagyszerű, szigorú, de nagyon lezser asszony volt. Este, amikor hazajöttem, akkor egy lavorba lefürdetett, és egy egész napos szabadság várt rám. <hül> és aztán később is, amikor a színű szűnidőkben már itt Pesten jártam iskolába, mindig mindig imádkozom, hogy menjek, menjek, menjek homok terenyére. először is ugye Pálócosan beszéltem, de nagyon érdekes korszaka volt az életemnek. Génikusan vágytam oda. És bocsánat, csak azt szeretném mondani, hogy ma megadta az Isten, hogy, hogy úgy, élek, úgy élem az életemet, ahogy mindig is szerettem volna. Ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról, szerintem. Vagy hát az, akkor fogalmazunk úgy, hogy ez nagyon nagy adomány, hogyha valaki ezt elmondhatja magáról, hogy úgy éli az életét. De ez mostanra valósult meg? Hát egy olyan, olyan tíz éve vagyok úgy, egy, egy, egy kis zsákfaluban lakom, egy volt bányászfaluban, és, és olyan feleséget találtam, akivel azt az érdeklődési kört tudom mozgatni és együtt élni ami engem is nagyon érdekel, és őt is, hát ebben természetesen a lovacskák is beletartoznak. Egy, egy vályogházat építettünk, mostani vályokból, tehát nem, nem régi bontott vályokházat, 60 centis falak, körbe édesapámnak a agancsai vannak, mert ő nagy vadász volt, én, én nem, csak vele jártam gyerekkoromra. Tőle örökölte a természet szeretetet? Bizonyára. Benkő Gyuláról azért. beszélünk igen. egyébként, híres színművészről, és ha már az öröklésnél tartunk, engem nagyon foglalkoztat, hogy nyilván a színház szeretete, ahogy most beszéltünk róla, a természet szeretete is kötődik hozzá, de mi az, ami belőle nagyon önben benne van? Minden, hát ilyet még nem láttad, először is, most nem rég láttam egy fényképet, a Jávor Pali utolsó mullatását játszom, és ott egy Jávor bajusszal és cigarettával a kezemben lefényképeztek, és én magam így meg, megálltam, te jó Isten apu. Na egyszerűen jön ki abból a képből, de mozdulataimban is mindenben felfedezem azt, amit tőle kaptam. Rendkívül erős gényei lehettek, mert nagyon sok mindenben hasonlítok rá, de én ennek örülök, ez egy nagyon nagy dolog. És útravaló, vagy érték, amit tőle kapott? Hát mindaz, amit én együtt éltem, életünk vég, illetve hát ő, amíg elhagyott bennünket, addig mi együtt éltünk, együtt laktunk. És, és ö, ettől az, hogy az ember minden nap találkozik az édesapjával, és egy, egy, egy szoros kötelékben él vele, ettől úgy átdifundál egymásba a két lélek. Jaj, de szépen mondta, hogyha még egy kicsit a gyerekkornál maradunk, akkor azért mondom, hogy most meglepő, de hát gátlásos gyereknek meséli magát. Miből eredt ez a gátlásosság? Pesten voltam gátlásos. Uh -huh. Ugye a vidéki gyerekek között megtaláltam először is nagyon sokat segít egy, ha az ember egy ilyen bandába, vagy mit tudom én, gyerekek közt nő fel, kilakulnak rangsorok, az árulkodó kis gyereket kiküzösítik, akkor rá, én is ilyen voltam, megmondom a mamának, meg, meg, megyek, és akkor egyszer csak, egyszer csak sok mindenre rájöttem. Gátlásos nem, úgy voltam, soha nem voltam, áristennek, Istennek gátlásos, hanem ugye nem akartam, Pestre kerültem, akkor nem akartam szóbálni senkivel, mert, mert Pálócosan beszéltem. Anya, a menek, mama, anya, Ez a Nógradi, no ahogy az időjárás ember beszél itt, aki nagyon szépen beszéli a palóc nyelvet. Kívánom, hogy, hogy tartsa meg, és így beszéljen tovább. Na, én ezt a nyelvezetet nagyon szeretem, csak Pesten ez egy olyan furcsa volt, hogy, hogy én így beszélek, meg minden, és furcsák voltak azok az emberek, akikkel itt találkoztam, és ő visszahúzódtam. Hm. Ezt mesélik. És ennek ellenére bekerült a keleti Márton filmbe a fel a feje produkcióba, ugye a történet ismert, az édesapja ment munkaszerződést kötni, magával vitte, és hát akkor keleti Márton megkérte az apját, hogy nem próbálnák -e ki gyerekszerepben, hiszen gyerekszereplőt kerestek, de mit láthatott meg ebben a gátlásos kisfiúban? Ezt nem tudom. A Marci bácsi egy zseniális rendező volt, később játszottam már, hát felnőtt színészként a Csinom Palkó, Jankóban. Nagy Gabi volt a szőke, én a barna, ugye Csinom Palkó és a Jankó, és hát óriási szeme volt a filmezéshez, de hát ezt a, a tévérendezők és a filmesek jobban tudnák ecsetelni, de Ö, nem tudom, hogy mit látott meg bennem, talán éppen ezt a furcsa riadságot, egy zsidó kisfiút játszottam a filmben, akit örökké bedugnak valahova, bújtatnak, és azt a nagyszemű riadságot láthatta meg bennem, ahogy én ott néztem lentről a világot, amikor apu, apuval mentem, és talán ez, ez volt, ami megfogta őt. Nem. Milyen érdekes, hogy utána a forgatáson már tökéletes pesti kijelítéssel beszélt. Igen. Így nem folytatjuk a beszélgetést, pontosabban majd a főiskolai évekkel, mert most következik valaki, aki fontos volt a pályáján. Begő Péter 1969-ben mm. szinetár Miklós osztályában végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Most egy osztálytársal a Jászai Maridíjas díjas Körtvélyesi Zsolttal folytatjuk, mm. aki a pályakezdés időszakát eleveníti fel. A Szabasz Péter, üdvözöllek! Nagy örömelek szolgált, hogy felkértek, hogy beszéljek rólad. Ez az osztály, amivel jártunk, a szinetárosztály, ez nagyon jó osztály volt, nagyon jó barátságban voltunk. Csókolom, a szenet hoztuk. Az jut eszembe, hogy te egy nagyon-nagyon tisztességes, becsületes fiú voltál. Ezt úgy hívják, hogy a szakmában, hogy Na Ugye ez gondolom a pályád elején előny volt. É, nagyon sokat filmeztél, azért, és túl túl túl. néha irigykedtünk, és rád mert talán te kezdted meg ezeket a kalandfilmeket játszani, és, és remek voltál benne mindig, szeretetre méltó. És ha tényleg beteg vagyok? Ez a fiú alkat, ez, ez mindig minden színházba kell, ugye a turbos. Ez, 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 kell, ez idős színész nem játsza el. Én azt gondolom a Péterről akkoriban, hogy, hogy biztos, biztos nagyon jó Rómeó lett volna, és ezzel talán ki is maradt az életéből. És az anő tényleg ott állt a megállóban? Úgy érzi, hogy maradt? <laughs> Édes Zsoli, szevasz! talán, talán jó lett volna a Rómeó, és de annyi jót játszottam ebből a naturbus szerepekből, hogy... Akkor egyetért, hogy... bocsánat, a karakter leírás. Igen, 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 hát ez úgy, ter de természetes. És sok, sok olyat játszottam, sok-sok sok sok apró Rómeót játszottam ebben a korszakban. Egy picit még maradjunk itt a főiskolai éveknél, meg az azt megelőző éveknél az egyáltalán nem volt egy tény, hogy, hogy pályára fog menni, tulajdonképpen az utolsó pillanatban dőlt el, mert hogy az orvosi pálya is nagyon vonzotta, és itt térünk vissza a beszélgetés erején említett adásvágyhoz szerintem, mert ebben a kettőben, ahogy korábban említette, ez az adás közös, meg az intuíció, az intuíció milyen értelemben? Gyerekkoromban Kaptam egy készletet, ilyen doktor dok dok készletet volt stetoszkop, stetoszkop, álinjekciós, mit tudom én, és kis ilyen három-négy éves gyerekkel jártam a családot, és gyógyítgattam mindenkit. És én bennem akkor ez nagyon megmaradt. És később azt éreztem, hogy a, az orvosi pálya egyik legnagyobb kincse, és a legnagyobb képessége a jó orvosnak, ha, ha intuitív. Tehát ül valaki szemben, és sok mindent megérez belőle. Most nem csak az, hogy mi a betegsége, hanem az egész emberből, hogy milyen. A, a, külseje, majdnem azt mondom, hogy nem olyan fontos, de minden embernek óriási kisugárzása van. És én úgy születtem, és ezt hagyd majd, hagyd büszkék egyek vele, hogy valahogy érzem az emberek kisugárzását. A rót is, meg a rosszat is. És ez, ez engem lő, tolta az orvosi pálya felé. Nagyon bonyolult volt ez, és, oda, és előbb vettek föl a színművészetire, Hát most nem tudom, jól döntöttem -e, de... Nem oda, tudja. Hát oda, nehéz, nehéz pálya, és, de jó. És oda már nem mentem el. Tehát ez a, ezt az intuíciót, ezt a megfigyelő képességet, öntudatlan megfigyelő képességet, mert a színész nem így járkál a emberek között, hogy nézi, hanem ez, a, ez a, ahogy, ahogy, ahogy mondtam az előbb, hogy a lelkek átszivárognak egymásba, ezt ezt a pályámon rendkívül tudtam hasznosítani. Tehát ez volt egy nagy vágy. De aztán nagyon kalandos volt, mert mondhatok egy-két dolgot? El. Persze. Ugye egy csoda ember tanított bennünket, a szinetár akiről hát órákat tudnék beszélni, a, a, a legnagyobb színházművészeti szakember volt, akivel találkoztam egész pályámon. És ő mit <laughs> tudott adni, amitől ennyire fontos szerepet töltött be az életében? Tudott segíteni abban, hogy ez a természetes intuíció a lehetőleg legjobban működjön a színpadon? Ebben nem nagyon tudnak segíteni, de a színetár egy végtelen okos ember és ezzel a hihetetlen okosságával olyan dolgokat tudott mondani az embernek, instrukciót, akkor még ugye csak ilyen darab részleteket játszottunk, vagy valami. Hát egy humoros példát, hogy mondjak el, ami később volt, már a szinetáról mesélik, nem is én tapasztaltam, de ez nagyon jellemző egy új hullám indult el a magyar színházi életben, és a fiatal hallgatókat a harmadik emeletről rohangálni kellett fölle le háromszor, négyszer, és, és ott már ült az egyik azóta nagyon neves kolet, és ott ment a színetár, hogy mi van fiam, mi baja van? Az? Semmi tanár, csak azt mondta a tanár, hogy szaladjunk föl és majd úgy mondjuk el a monológot. És akkor a színetár nézte egy picit, és azt mondta, és, miért nem játszátok el? Hm. <laughs> szóval olyan nagyszerűen tudott instruálni, nagyon jókat dolgot. tudott mondani. Ha már az ő neve felmerült, ő hm. volt az, aki visszavette a főiskolára, mert hogy, és akkor itt élünk el a nagyon kalandos élet, <laughs> első ilyen igazán <laughs> nagyon kalandos állomásához, mert hogy elment matróznak, és ezért kihagyott egy kis időt a főiskoláról, mi vonzotta a tengerhez? Az a fajta szabadságvágy, amit abban az időben itt Magyarországon a rendszer miatt nem lehetett megélni? Minden fiatalt megértek, minden fiatal lázadó. Az ellen is lázad, ami esetleg jó. <laughs> És aki akkor nincs igaza. De azt kell mondanom, hogy az a korszak, az valami embertelen volt. Abban tényleg csak azok érezték magukat, jól, akiknek szinte nem volt semmi egyéniségük, irányítani tudták őket, megmondták, mit kell csinálni, mit kell mondani. Ő kialakult egy olyan társadalom, amit szerintem a, még ők se gondoltak komolyan, hogy ilyen lesz. És nagyon rossz volt, tehát szívem, nem kell mondanom, hogy a Sopronba el, el akartam utazni, akkor előtte két napig ültem a rendőrségen, nyomoztak, hatásávengedélyt kellett kérni, borzalmas bezártság volt. És én azt mondtam, hogy te jó te mikor fogok én eljutni, mikor látom én a nagyvilágot? Ne? És, és komolyan gondoltam, röviden mondom, ott akartam hagyni mindent. Hm. És rende egy rokonom nagyon kedves unokanővéremnek a férjek, tengerész kapitány volt, és sokat hallgattam őt, és hallottam tőle, és jelentkeztem a Duna tengerhajózáshoz, és kértem egy év halasztást a Vaskó Marikáéktól, a, a tanulmányi osztálytól, nem tudtam, hogy ott akarok maradni, de mindegy, halasztást kértem, de a lelkemben ott akartam maradni, és szív... Szíria, Latakia, Beirut, Port Alexandria, a Beiruti bazárt eredeti láttam, ami még a világ legnagyobb szabad kikötője volt, mindent lehetett kapni. És közben gondolom rejtői figurákkal találkozott. Hát, nem mondom, hogy nem, mert maga, hogy nyolcan voltunk matrózok, hogy a, a maguk, akik így matróznak állnak, azok nem teljesen komplettek, szóval nyilván velem együtt természetesen, írtó fura figurák voltak, és egy dolog miatt jöttem vissza, be kell vallanom, hogy nem bírtam fizikailag. Uh -huh. Pedig Éppen sportoló azt akartam kérdezni, hogy, hogy ez a fizikai munka, ez, ez mit ad az embernek? Mindent. Ugye beszéltünk arról, hogy az, hallottam, hogy élet élt engem. 7 és általános iskolás voltam, amikor az iskolába jöttek, és kérdezték, hogy ki tud, ki jól, és akkor a tanár mondta, hogy ez, meg ez, meg ez, meg az, ezek sport szakemberek voltak, után, ötusa utánpótlást, kölyök utánpótlást kerestek, nota Bene a dózsa a rendőrséghez. Másnap reggel ott találtam magam a Mosonyi utcai lak, a rendőrlovak között, hát ami aztán nekem az illata, ezért minden, és el, elindult a kölyök ötusa időszak, első gimnazista vége felé hagytam abba, és Na, mindent a sportnak köszönhetek tulajdonképpen. Amennyit tudok koncentrálni, amennyit fizikailag bírok, meg minden, azt ez az időszak kapja. Ennek ellenére a matróznak lenni az olyan meló, amit nem is tudnak elképzelni, egy adásban majd elmesélem. Uh -huh. De hogy ez egyfajta fegyelmezettséget, egy másfajta erőkifejtést, egy, egy, egy összeszedettséget adsz Van Annyira érdekel engem Igen. ez a fizikai része a dolognak. Olyan, mint a színészet, hogy nincs időhöz kötve. Ugye az ember kiindul egy kikötőből, akkor mire kiér a tengerre, addigra mindent le kell fixálni, mert nem tudni, hogy jó idő jön, rossz idő jön. Amire lefixáltál mindent, kitakarítottál, mert ő óriási kosz van egy rakodás után, addigra beérsz a következő kikötőbe, akkor rohansz a kötelethez, amit dobni kell, meg minden. Kiköttök, akkor ott van egy-két szabad nap, amíg berakodnak, mert a hál' Istennek a matrózok nem rakodnak, azt a helyi rakodó munkások végzik meg a gépek, akkor ö, újra el kell kezdeni mindent zéfeszteni, lefixálni, kitakarítani, amikor ez befejeződött, és esetleg még jó idő van, tehát nyugodtan hajózol, akkor a boatsman az leküld a hajó legaljába rozsdát verni, de tényleg olyan helyre, hogy, hogy az ember úgy jön fel, egyszer hamuzsírral volt megrakodva, ha jó, azt takarítottam, és kijöttem, és sötét kék volt az egész bőröm, napok múlva tudtuk csak lemosni. Szóval rettentő sok minden történik, és sok minden történik egy vajon, nagyon sok. Minden. Innen folytatjuk a beszélgetést majd a filmekkel, és most megint következik valaki, akit jól ismer. Benkő Péter 1971-ben szerződött a Tália színházhoz, ahol végül 22 évet töltött el. A társulat egyik oszlopos tagját, a legendás Mindhalálik Beatles című előadás egyik főszereplőjét, a Jászai Maridíjas forgács Pétert ezekről az évekről kérdeztük azelőtt én a Benkő Pétert, mint filmstárt ismertem. Hát ugye ő nagyon fiatalon kezdett forgatni, és amikor én bekerültem a tárgyába, akkor egyszer csak ott láttam azokat a nagy embereket, mint Szirtes Ádám, Inkel a bácsi, Bicskei, Benkő Péter. És eleinte ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy úristen, tehát én ezek között vagyok, és aztán úgy egy bemosódtak a dolgok, és a, 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 aztán el is felejtettük azt, hogy van köztünk egy olyan, hogy Benkő Péter a filmszínész, a filmstár és aztán én a kis forgács Péter, és aztán úgy, úgy, úgy ment a, a dolog folyamatosan, párhuzamosan együtt. A Mithaik Beatles, ami nagyon sokat emlegetnek ebben az országban, hiszen az valamilyen szinten egy érdekes dolog volt, mert a tália színházat átformálta, hiszen akkor a rendszerváltás küszöbén mutattuk be, és az, hogy egy, hát most kimondhatom azt, hogy egy szocialista színház, amit az Acél György felügyelt, abban egy, egy játszik egy ilyen drámai színházban, hát nagyon érdekes volt és megrázó és hát a Petya volt benne a főszereplő tulajdonképpen, a prózai főszereplő, Ő nem játszott zenekarban. A kilátása, Dunára, a Dunára ah, ja, meg, well, nice. okay. Akik It. ebben a darabban voltak, azok, azok valahogy egy a furcsa módon a társadalom belül is egy picik kis csoportot alkottak, és úgy együtt voltunk sokszor, mint sokat jártunk együtt egymáshoz. Úgyhogy a Péter az nekem mindig egy ilyen fura, fura kettősség, mert felnéztem rá, hogy ő a filmszínész, a filmsztár, ugyanakkor meg hát végül is együtt értük le azt a 10 10 pár évet a tárja színházban, ami nekem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és érdekes dolog volt. Plusz, ugye hát azért nekünk volt egy kapcsolatunk a lo lovak miatt, mert, mert ő engem elcsábított, akkor még unba lakott, és elcsábított mindig, és jártam oda hozzá, és együtt kettecskén lovagoltunk télen, hóban, nyáron a szép természetbe, és nagyon sokat beszélgettünk. <coughs> sok minden hangzott, mm, és á, hát a... Istenem, mikkel, mik voltak! Mm. A filmsztárnál maradjunk egy kicsit, ugye a főiskolán, amikor visszatért, utána kiválasztották a Kopányi Aga testamentum a című filmben mm. szerepelni, és hát utána sorra jöttek a, a történelmi filmek mm. szerepei, és hát ez elképesztő népszerűséget hozott, ha jól tudom, akkor a házafalára még rajzoltak is a lányrajongók, viszont az izgat engem nagyon, hogy azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy akkor lett igazán színész, amikor már nem akart tetszeni, tehát hogy levetkőzte azt, hogy, hogy tetszeni akarjon. Ez mikor történt? Meg inkább úgy kérdezem, hogyan érte ehhez a, a De kedves, hogy ezt megkérdezi, nem tudom, megmond, nem tudom időpontot mondani erre, de Elkezdtem azt érezni, hogy egy színész, aki önmagát fényezi, és dicsekszik azzal, hogy milyen, mit csinál, lovai vannak, én, én vagyok kaszkadőr nélkül, és, és, és önmagát fényezi, és ő a nem, ez egy mentőzés, annak a színésznek vége van. Ez egy szolgálat, és anélkül, hogy hát, ezt ilyen álszerénységnek vennék tőlem, abban a pillanatban ez az ad, 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 adásképesség, szolgálatérzés véget ér, akkor egy, egy önfényező, önmagáért levő színész jön létre, aki nem káros, csak más. Mert egy színésznek egyetlen dolga és feladata van, hogy adjon valamit a, a nézőnek. És a néző érezzen valamit, tanuljon valamit abból, amit lát. Történjen vele valami! Ha ez a dolog nem történik meg, akkor csak egy önfényező figura önmagát akarja mutogatni. Egy exhibicionista. A másik, ami szintén elhangzott az ide iménti interjú részletben, ugye a lovak közös szeretete, és a lovakat hatmázás pillangóként mm. említi, ami majd a készülőkönyvében, ha jól tudom, mm. egy fejezet cím is Igen. lesz. De hogy azért mondja hatmázás pillangóknak, mert hogy valójában nagyon érzékeny állatokról van szó, szóval és azon gondolkodtam, hogy Péter mennyire érzékeny. Nagyon. Nagyon, és ez nyilván éppen gondolkoztam, ha már az állatokat és lovakat emlegeti, hogy egy, meg kéne beszélnem egy pszichológussal, mert írtó érdekes, hogy az emberi falka, amiben élünk, azt, az, az természetesen vesszük a halált életet, a történéseket. De egy állatnak az elvesztése, vagy betegsége, vagy, az olyan mélységesen érint, hogy farag az életemből, érzem. És, és rettetesen megvisel. Hogy ez miért van nálam, hogy, hogy ez jobban megvisel esetleg, mint a falkatársaimnak a, a baja, ezt nem tudom megmagyarázni. Ez, ez nyilván valami gyerekkori vagy szüle, nem tudom, milyen oka lehet. A ló az különösen nagyon érdekes állat tényleg négy, öt, hat mázsa, ugye azért ez véletlenül jött ki belőlem ez a mondat egyszer, hogy hat mázás pillanat. De olyan esendő, olyan sérülékeny a lábára, a mentálisan, olyan, olyan depressziós tud lenni, hogyha ha úgynevezett betörik, abból nem ló lesz, hanem egy betört állat. H ö, hogy, és ugyanakkor olyan mozgékony, és olyan fürge, és úgy száll, mint egy pillangó. Tehát a ló egy hatmázsás pillangó. Hm. Említette a gyászt, és nyilván nem lehet megkerülni ebben a beszélgetésben a gyász kapcsán, hogy az első felesége gyermekkori szerelme volt, akihez nagyon szoros kötelék fűzte, és sajnos egy repülőgép balesetben veszítette el. És úgy nyilatkozott hm. erről, hogy utána egy olyan Időszak következett, ami gyakorlatilag így lehet fogalmazni, hogy kiesett az emlékezetéből. Én. Nyilván egy ilyen gyász, én úgy képzelem, hogy az emberre ott marad, de mi segít abban, hogy ettől függetlenül valahogy az ember visszatérjen a hétköznapi életéhez és folytassa az életét, igaz, hogy máshonnan, mint ahol az előtt tartott? Élet élt engem. Katival együtt jártam óvodába engem kirúgtak, mert elküldtem az óvónit a Palócosan, és Kati maradt, aztán is általános iskolában egy folyosón voltunk, és utána a gimnáziumban egy osztályba kerültünk, egy, az ötös gimnáziumban. És ugye itt is az, hogy hogy történt aztán. Az első nap, amikor összejöttünk az osztályba, 64-en voltunk, 54-en voltunk, képzelj el. Rengeteg gyerek, mindenki talált egy helyet a padon, és mindenki utána ment haza, vége volt a, egy bemutatásnak, hogy mit itt fogunk iskolába járni, és akkor Kati én tudtam, hogy, egy, hogy hát régi barát, és akkor fogta magát, oda csapta az első bales első padjára a kulcs csomóját, és azt mondta, hogy anyámék elutaztak, gyere fel hozzám holnap délután. Így kezdődött a szerelmünk, a gimnázium része. És amikor én elveszítettem őt, tehát friss, há... Na, és együtt éltünk gyakorlatilag utána, együtt éltünk végig, összeházasodtunk, és a nagy egyensúly akarata így, így döntött. Nem tudjuk, hogy miért. Hogy hogy fogok vele találkozni. Találkozom-e? Ezt én sem tudom, reménykedem benne. De hogy az élete az embernek ilyenkor tehet, tökéletesen megváltozik, az biztos. Az ember akkor nem tudja, hogy hogyan. Amivel túl lehet egy ilyet élni, ha ilyet mondhatok, és a, 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 kedves nézőknek, bár nem szerettem, hogyha az ember osztogatja az észt, de valószínűleg, hogy az ember legnagyobb ösztöne az életösztön. Ahogy, ahogy csecsemőként az anyja a kebléhez oda megy, és és tejet szop, szopik, hogy így mondjam ezzel a furcsa szóval. Az az életösztön, ahogy oda kapaszkodik az ember, ez az életösztön mindenkiben benne van, és ha egészséges, már pedig az egészséges embernek az életösztöne erősebb, mint a halni vágyak, akkor túléli ezeket a dolgokat. Hát így voltam én is körül. És az a fejezet cím, ami szintén a következő könyvéből való, hogy Isten a legjobb pszichiáter, mm. az hogyan kapcsolódhat ide, ha ide kapcsolódik. 75. év ez, amiben itt ülünk számomra, és ahogy az ember elkezd igazából gondolkozni azon, hogy, hogy hát ez az élet azért véges, hát ez, ez azért mondjuk, valljuk be őszintén, akkor akkor elkezd érdeklődni azután, hogy csak létezik valami olyan nagy és komoly energia, ami ezt az egész világmindenséget létrehozta, és azért vagyok én nagyon mérges az izmusokra, legyen az náci, vagy kommunista, vagy, vagy liberalizmus, nagyon mérges vagyok az izmusokra, mert a hitet, hogy létezik valami, azt a hitet veszik el az emberektől, hogy az itt és most a fontos, fogyasz, az a fontos, nem kell hinni semmibe, esetleg kitesznek egy pasast a falra, hogy ez most a vezető, ebbe higgyél, ez majd mindent meg fog oldani, és elveszik az emberektől azt a hitet, ami a legősibb hit. Mert Szilvi, ha az ember bajban van, és egy ősember, vagy egy mai nagyon Egyszerű nép, akinek a, még a nyelvét sem ismerjük. Ha bajban van, akkor nem így csinál, hogy. hanem fölnéz az égre. És amikor ezt a hitet megpróbálják kicsorbítani és elvenni az emberektől, ez bűn. Úgyhogy én abban kezdek, és abban hiszek, hogy ez a nagy, hatalmas energia mindegy, hogy minek nevezik Isten, Allah vagy, vagy, vagy végtelen energia, vagy világteremtője, mindegy, hogy minek nevezik, hogyha az ember ezzel meg tudja beszélni a baját, amit egy pszichológussal megbeszélne, az furcsa módon visszahat a lelkére, onnan a lelke pedig kezdi megoldani ezt a problémát. Mert, mint tudjuk, ugye, ami, az vagy, amit gondolsz, minden gondolatod látszik rajtad, és a, a gondolat mozgósítja a lelket, a lélek pedig létrehozza azt, amit szeretnél. Szeretnél egy piros autót, elgondolod, bemegy ide, és onnantól kezdve valahogy úgy alakítod az életedet, hogy legyen egy piros autód. Ennyi. Innen folytatjuk a beszélgetést. Ismét következik valaki, akinek sok gondolata van önnel kapcsolatban. Mikó Istvánnal a Jászai Jó, Mari díjas, érdemes és kiváló művésszel folytatjuk, akivel évtizedek óta párhuzamosan fut vendégünk pályája. Hiszen előbb a táliában, majd a Soproni Petőfi Színházban játszottak együtt, manapság pedig a Turai Ida Színházban is együtt szerepelnek. Kíváncsiak voltunk, hogy ő miként emlékszik a közös emlékekre világos Miről álmodik 1975-ben, mint főiskolás, kerültem a Tália Színházba, és rögtön abba az öltözőbe, ahol aztán később sokáig, talán 17 ezt eddig, nem több pontosan, öltöztünk együtt. Míg őket nézni lehet. Az élet az úgy hozta, hogy a Tália színházból együtt mentünk át Sopronba, pontosabban életem ott igazgató, és akkor hívtam a társulathoz. Aztán, amikor eljöttem, utána volt egy kis szünet, mind a ketten próbálkoztunk mindenfélével, de amikor én a Turaida színházhoz kerültem, akkor még ez egy ilyen utazó társulat volt, de amióta állandó helye van a Kálvária téren, azóta ott játszunk, és azóta is egy öltözőben ülünk egymás mellett. A Nem, Révész. Amit feltétlenül szeretnék megemlíteni, az, hogy az ember színész, és a színpadon játszik valamit, az természetes, mert azért színész, hogy ha szerződtetik egy szerepre, akkor ott megjelenjen. De, de ő nem csak a szerepeiben ö, nyújtott ö, alakításokra ö, emlékeztet engem, hanem nagyon szépen is sokszor hallottam őt verset mondani. S az erkölcs, ősi hófehér kövére emelnek falott tetőt, Templomat. Én nagyon szeretem azt, hogy ő verset mond, és megéri a költészet és a költő mondani valóját. A víz szalad, a kő marad, a kő marad már a verseknél tartunk, akkor egy Kárpát-medencei estje is volt, amiben, amiben csodálatos verseket szólt, és valahol azt mondta, hogy ez egy különös áldás, hogy magyar nyelven lehet színésznek lenni. Nem is tudom, Én, ha egyszer nyelvésszel hogy ilyen nyelv tényleg nincs a világon, hát csak egy példát mondjak, ugye azt, hogy a, 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 az angol, hogy she's my wife, Meine Frau mondja a német, vagy ma femme mondja a francia, és mi merig azt mondjuk, hogy a feleségem az én másik felem, vagy házastársam, ami azt jelenti, hogy együtt teszünk, együtt iszünk, együtt fűtünk be, egy házban lakunk. De amikor bemutatom, akkor nem azt mondom, hogy ismerjétek meg a házastársamat, hanem ismerjétek meg a feleségemet. És rengeteg szó, itt van, most hagyj hagy egy rossz szót is, hagyj mondjak, azt mondja, hogy gyűlölet, kimondjuk ezt a szót, hatása van, él, indulata van, de mi ez a szó? Gyűl és ölet. Tehát a mi nyelvünk az valami elkáprázatos. És olyan költőink vannak, ami akiket elmondani, elmesélni élmény és szolgálat. A más, csak egy dolgot hagyd mondjak el Azért szeretek verset mondani, mert van egy speciális gondolatom erről. Én úgy érzem, hogy a vers az nem vers az mindig egy élethelyzet, amit elmond az ember. Az egy monológ a színdarabból. Az, hogy itt ülök csillámzó, csillámló sziklafalon, az a József Attila sor az olyan, mint amikor azt mondja a Hamlet, hogy lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Szóval és ha így mondja az ember a verset, akkor elkezd élni, és ezt én borosztóan élvezem. Az életet is élvezi? Nagyon. Mi az, ami mostanra megfogalmazódott önben így visszatekintve az élettel kapcsolatban? Azért kérdezem így, mert tudom, hogy van egy nagyon fontos gondolat, amit, amit el szeretne mondani. Hadd mondjam, itt megjelent ez a könyv, az a cím, hogy Színház lovak szerelmek, és itt a végére sikerült egy gondolatot összeszednem, hogy az ember sok-sok embertársával együtt próbálja a nagy folyóból az aranyrögöket kimosni, ami maga az élet. És, a, és az, élet, az élet az egy ajándék. És az ajándékot ki kell csomagolni, meglátni benne a szépet, a jó szándékot és az odafigyelést, amivel adták. És szeretni kell. Ha nem szereted az ajándékot, hát neked legyen mondva. Nehéz ehhez mit hozzátenni, azt hiszem, hogy a színészi pálya is egy, egy ajándék, és nagyon kevés van, már hátra a műsoridőből is remélem, majd még lesz alkalmunk beszélgetni, de van egy gondolata, ami engem nagyon megérintett, azt mondta, hogy a színészi pálya az egyik legigazságosabb színészi pálya. Mm. És ezt úgy mondja, hogy azért rengeteg magasságot és mélységet is megért, és voltak nehézségek is, ha csak a tália színháznak a végére, mármint annak a tália színháznak a végére gondolunk, mitől olyan igazságos ez a pálya? Hát is köszönöm a Zsoltnak, Forgás Péternek és Mikó Fistának, amiket mondott, mert a színházban, a színészetben ilyen nagyszerű barátságok alakulnak ki. Amiért ez a pálya rohadtul igazságos, nem, <laughs> mert nincs protekció. A, a, a pálya ledobja magáról azt, akit álságosan nyomnak, vagy megpróbálnak oda tenni. A, a színpad, a közönség ledobja magáról. És csak az tud színésznek, színész maradni, aki hát színész. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Önök a kontúrt az M5 portré műsorát látták. Adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Jövő szombaton este 6 -tól. újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!